A napokban érkezett meg a tetőfedő anyagok első szállítmánya a hatalmas mennyiségű nádat Balmazújvárosból hozták, a munkát a skanzen rossz állapotban lévő épületeinél kezdték, a Besztereci Porta kéki istálóján már napok óta dolgoznak a mesterek. Ezeken a felvételeken például a gerincképzési fázis látható. A szakemberek azt mondják, már nem csak a régi parasztházakat fedik náddal, az újépítésű ingatlan tulajdonosok között is akad olyan, aki a nád Tetőt választja. Ismét reneszánszát éli, hál' Istennek. Nagyon szép és dekoratív a náttető, tehát nem lehet hozzá hasonlítani semmihez, sem cseréphez, sem bármi más tetőfedő anyaghoz. Nagyon jó hőszigetelő képessége van, és átszellőzik a tető. Tehát a mikroklímája nagyon jön meg a náttetőnek. Vannak olyan épületek, amelyeket teljesen új nádréteggel fednek a múzeumfaluban. Itt a Turistvándi csűrnél a szalmafedésre került rá évekkel ezelőtt két nádréteg, ám az már előregedett, az egészet eltávolították, így teljesen új tetőt kap az épület. Régen egy teljesen egyszerű, a kis parasztember egy, egy kis falétán fölmászott, fűszva gajakkal rögzítették a tetőléchez, tehát sok-sok apróság van, ami már most segít minket, ugye a horganyzódról, betonacél rögzítő elemek vannak, sőt a tetőlész távolsága is közelebb került, tehát még, pár száz vagy öt, akár ötven évvel ezelőtt is még 40-50 centi távolságra voltak a tetőlecek, nádfedés alá na most ahogy rögzítették, ezt laza, laza, a felület. Na már most 30 centire kérjük a ácsmesterektől a tetőlécezést, és minden 30 centibe kötjük a nádtetőt, vagy a nád alapanyagot, ahogy fölkerül. A jó idő egyelőre kedvez a tetőfedésnek, de a munka java várhatóan a tavaszi időszakra tolódik majd át.